Saját klímastratégiát készít minden megye 2018 áprilisáig. Egy uniós pályázat keretében megvalósuló kezdeményezés célja, hogy helyi szinten is csökkenteni lehessen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint jó gyakorlatokkal és fejlesztési lehetőségek megismertetésével környezet tudatosabbá váljanak a helyi közösségek. A globális felmelegedés az éghajlatváltozás következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa hazánk. A kutatók szerint a következő időszakban folyamatos hőmérséklet emelkedés lesz tapasztalható, jellemzően a nyári hónapokban. Az éves összcsapadék mennyiségben nem prognosztizálnak nagy változást, az évszakos eloszlás viszont megváltozhat. Hosszabb lehet a szárazság nyáron, míg az esős időjárás inkább ősszel várható. Hazánk klímastratégiája, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányításával dolgoztak ki, három pillérre támaszkodik, amelyben legelső a károsgázok kibocsátásának visszaszorítása és a fosszilis energiahordozók kiváltásának elősegítése. Mindez a hő, villamos energiatermelés, az épületfűtés és közlekedés területén jelent majd változást. Az éghajlatstratégiában feltérképezik annak lehetőségeit is, hogyan lehet alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hogyan lehetne a természeti erőforrásainkat megvédeni és a sérülékeny ágazatokban innovatívan beruházni. A szemléletformálásban pedig partnerségre és tudatosságra is szükség van a fenntartható fejlődésért. A környezeti és energetika hatékonysági operatív programban 1100 milliárd forint, megyénként pedig 30 millió forint áll rendelkezésre a megyei klímastratégiák megalkotására 2018 áprilisáig. Az előkészítő folyamat ez országosan néhány 100 millió forintból következik be, a stratégia megalkotása, és amit a stratégiában ebben a másfél évben kidolgozásra kerül, itt a megyében, annak a megvalósítását fogjuk segíteni beruházási támogatásokkal és egyéb fejlesztési pénzekkel. A következő évtizedeket ezt meg fogja határozni, és ebből egy rész, például a Felső-Tiszának a kezelése, akkor például az energetikai korszerűsítések, amit már az elmúlt időszakban is elindultunk, ennek a folyamatnak egy része. Azt lehet mondani, hogy több száz beruházásról van szó, amivel a megye maga is fejlődik, a gazdaság is fejlődik, a környezet is fejlődik, és hát nyerünk mindannyian, hiszen például kevesebb energiát és hatékonyabban tudunk felhasználni. A klímastratégiák kidolgozásához segítséget nyújtó módszertani útmutatót dolgozott ki egy 400 millió forint értékű uniós támogatású pályázat segítségével a Klímabarát Települések Szövetsége. A pályázatban a szervezet elsősorban a megyei és települési klímaprojektek koordinációját végzi, de szakmai támogatást egyaránt nyújt a stratégiát kidolgozó településeknek is. 19 megyében, illetve a fővárosban létrejöttek a klímaplatformok. Ennek keretében, hogy az elkövetkezendő 5 évben mi vagyunk az a szervezet, aki ezeket a platformokat a jövőben koordinálja, fenntartja, támogatja szakmailag, és egyfajta olyan hálózati munkát végez, hogy a megyei települési stratégiák és azok a megvalósítása nemzeti szinten egy összehangolt rendszerben, mederben folyjon. A stratégia végrehajtásában széleskörű összefogásra van szükség, amelyben a gazdasági szervezeteknek is szerepet kell vállalniuk. A témát folytatjuk itt a stúdióban vendégeimmel. Kozma Angélát köszöntöm, a megyei éghajlatváltozási platform titkárát, és Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét. Kezdjük talán Angélával, hiszen az egész projektet, a megyei projektet átfogja az ő munkája, és az előkészítő fázisoktól végigköveti az egész projektet. Hogyan indult el ez a klímastratégiai program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? A klímastratégiai program az 2016. december 1-én indult el a támogatási szerződésnek a megkötésével, illetve a projektmenedzsment szervezetnek a felállításával. A platform létrejötte volt a stratégiának, tehát a magának a projektnek az első fontos állomása, ez 2016. december 13-án megtörtént. Jelenleg 20 megyei szervezet képviselője tagja ennek a platformnak. Melyek voltak azok az irányok, amit megfogalmazott a platform, illetve már az előkészületi munkákban is kidolgozták a főfejlesztési irányokat és az egésznek a módszertanát? A főfejlesztési irányok ugye a fenntarthatóság elvének a figyelembevétele, tehát a stratégia is ennek megfelelően fog elkészülni, vagyis hát folyamatban van a kidolgozása.
A platformtagok negyed évente rendszeresen üléseznek, és különböző tématerületek mentén tekintik át a stratégia megalkotására szükséges főbb elemeket. Turisztika és klímavédelem, illetve közgazdaságtan és klímavédelem kapcsolatáról is lesz szó. Kik a platform tagjai, honnan kerültek be? A platform tagok ugye megyei szervezetek, ahogy elmondtam, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a képviselője, a Nemzeti Pedagógus Kar képviselője is részt vesz a platformban, emellett számos civil szervezet és gazdasági társaság is tagja a platformnak. Ugye a klímaváltozás és az éghajlatváltozás nagyon sokan olyan megfoghatatlan és tőlünk távoli dolognak tartják, viszont érezhető az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is igenis kifejti a hatását, a globális felmelegedés, a klímaváltozás. Hogyan merült föl egyáltalán az az ötlet és az a gondolat, hogy megyei szinten is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel? Globális problémáról van szó, de helyi szinten lehet ellene tenni, fellépni, kisközösségi szinten. Tehát még a megyei szintnél lejjebb is, települési szinteken is azt gondolom, hogy indokolt megfogalmazni kinek-kinek a saját stratégiáját, hiszen a klímaváltozás, mint ahogy a projekt címe is mutatja, nem néhány tudósnak a elvetélt ötlete, hanem már tudományos konszenzus van a létezéséről, és a felkészülés jelenti ugye a címbe is azt a feladatot, ami számunkra ebben az uniós fejlesztési programban adódott. A felkészítés ugye kettős lehet, egy stratégia kidolgozása, mint ahogy Angélától is hallottuk, amely végeredménye, egyik eredménye lehet ennek a projektnek, ahol lokális szinten a helyi szereplőket számba véve kutatóhelyeket, időjárás előjelző állomásokat, civil szervezeteket, akik tudnak és hajlandóak akarnak ebben az ügyben tenni, olyan aktív önkormányzatokat, akik tesznek, állami szervezetek vízügytől, a környezetvédelmi állami szervezetekig. Tehát ennek a számbavételét jelenti a stratégia, és itt egy cselekvési tervnek a kidolgozását, míg a másik pedig egy olyan platformnak a működtetését, amely negyedévente üléshez az aktuális feladatokat számba veszi, áttekinti, hogy ki tudunk még bevonni, milyen aktivitás képzelhető ebben a feladatban, milyen média aktivitás, milyen olyan programok szükségesek akár már most a program végrehajtása során, illetve a jövőben is, hogy ezt folyamatosan tudatosítsuk az emberekben, minden egyes emberben, hogy neki is, amit a saját háztartásában tehet, azt tegye meg. Erről majd még beszélünk mindjárt a szemléletformálás kapcsán, de egyébként pedig, hogyha a másik oldalt nézzük, akkor a természeti jelenségek, azok a katasztrófák, amik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik, akár az agráriumot, akár a vízgazdálkodást, ezek felhívják a figyelmet arra, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. A megyei fejlesztési programban is, ami az egész uniós fejlesztési programra vonatkozik, ott van például a zöld megye stratégia, a zöld megye program. Ez a program mit takar, mit szeretne elérni? Valóban a megyei fejlesztési stratégiában, ami a területi operatív program alapja, is szerepelnek ezek a feladatok, olyan épületenergetikai beavatkozásokat jelentenek, amelyek kevesebb energiafelhasználást tesznek, aztán utána szükségessé napelemes megoldások, környezetbarát megoldások elterjesztését, olyan energetikai programok megvalósítását, amelyek megújuló energiát jelentenek az életünkben. Persze a területi operatív program mellett számos más uniós program is szolgálja természetesen ezek a célokat, és ezt is belefoglaltuk mind a fejlesztési stratégiában, mind pedig az éghajlat változási tervünkbe is, illetve a stratégiába is, amiről most beszélünk. Tehát mindezeket számba kell venni, és közösen kell cselekedni. Emellett még megemlíteném azt a saját kezdeményezésünket, amelyet Hajdú-Bihar megyével együtt indítottunk el 2,5 éve, amely különösképpen arra a problémára hívja fel a figyelmet, amely nyírségben, délnyírségben, illetve Hajdú-Bihar megye északi részén jelentkezik az ottani homokos területek miatt. A vízgazdálkodás jelentősen kárt szenved, eltűnt a víz ebből a kis régióból, a jelenlegi Magyarország területének legcsapadék, szegényebb, illetve vízben leggyengébb területeiről van szó. Ebben is tennünk kell a két megyével együtt. Persze ez túlnyúlik a
stratégia keretein, itt állami programokra is szükség lesz. Másrészt pedig már egy Európai Uniós beruházás sem történhet meg úgy, hogy komoly környezetvédelmi és környezetgazdálkodási szempontoknak nem felel meg az a bizonyos beruházás. Így igaz, tehát a szabványokat is úgy módosította már az állam a törvényhozás, hogy egyre szigorúbbak ezek a szabványok az új építésű lakásoknál, irodáknál, csak bizonyos energiatanúsítványokkal lehet ugye építeni egyáltalán, illetve az energiatanúsítványt már mellékelni kell az egyes épületek, ha jól tudom, az eladásánál is. Tehát bizonyos szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel folyamatos a kapcsolat, de azt szeretnék a programban elérni, hogy minél szélesebb réteget szólítson meg és érjen el ez a program. Mit tesznek ezért? Így van, ennek érdekében egy 10 helyszínen megvalósítandó workshop sorozatot tervezünk, amelyből 3 helyszínen már megvalósult a workshop, összesen 269 fő részvételével, tehát ez nagyon sikeresnek mondható. Február 23-án indult, és 2018. február végéig tart. Nyíregyházán kezdődött, és emellett Baktalórendházán és Mátészalkán is megrendezésre került ilyen workshop. Emellett a workshopok mellett számos szemléletformálási akciót tervezünk, így rajzpályázatot, interaktív kitelepüléseket, online játékos vetélkedőt is, illetve energiaültetvény megtekintésére is sor kerülhet majd. Milyen az aktivitás ezeken a programokon, és meddig tartanak ezek a programok, tehát még mindig bekapcsolódhatnak új szereplők is? Igen, tehát a platformhoz is folyamatosan lehet csatlakozni, illetve nagy érdeklődésre van jelen a programokon, ezt vesszük észre, ezt tapasztaljuk. Úgy látszik, hogy mindenki számára fontos a környezetudatosság, igen, és ennek érdekében próbálnak az emberek is tenni. Elnök úr, a megye ebben a programban, illetve más programban mit tehet még azért, hogy szélesebb társadalmi összefogás övezze ezt a fontos témát? Minden létező fórumon beszéljünk erről. Nyilvánvalóan fontosak a programban a workshopok, a különböző rendezvények, amikről Angéla beszél, de minden egyes tevékenységünkben, a megyei önkormányzatnak is, és minden közösségnek, minden egyének, minden családnak tudatosítani kell magában, hogyha elzárja a vízcsapot, nem fogyaszt feleslegesen vizet, ha kikapcsolja a számítógépet éjszakára, már tett egy lépést azért, hogy kisebbek legyenek ezek a hatások. Illetve a védekezés, ez egyrészt a védekezés, másrészt pedig a már létező hatásoknak a kivédésére pedig olyan vízgazdálkodási programokat kell bevezetnünk, amelyek a vizet itt tartják, kiszámíthatóvá teszik az öntözéssel, például a mezőgazdálkodást, illetve hát nagy örömünk, hogy megvalósul az a egyébként a megyéből 7-8 éve indult gondolat, amely a jégkárelhárítási rendszer országossá tételét fogalmazza meg, ugyancsak egy uniós program keretében, amely az egész országra, a jelenlegi Magyarország területére kiterjeszti ezt a fontos védekezési rendszert, hiszen ahogy a felvezetőben is hallottuk, a csapadék mennyisége még lehet, hogy nem is fog változni, de annak az intenzitása, illetve amikor nincsen csapadék, tehát a hektikussága, a kiszámíthatatlansága az egyre inkább a mindennapi életünk részévé válik, úgy tűnik. Köszönjük szépen!